Natur, piros és zöld. Zenés előadások, tetoválás és kézműves foglalkozás is várta azokat, akik ellátogattak az Icsi Ligetbe vasárnap. A gyerkőcök a nap folyamán például csuhéból készíthették el a szebbnél szebb virágokat, bábokat és törpöket. Nagyon szeretem és gyakran szoktam részt venni rajta, mert nagyon tetszenek a játékok, meg a kézműves foglalkozások. A különféle kézműves tárgyak elkészítésénél azonban adódhattak nehézségek, ezért a családtagok is becsatlakoztak a foglalkozásokba. Apa anya segítsége, vagy a mama nem árt, mert a kötözés már a csomónál el szoktunk akadni, mert ez a korosztály, aki jelen pillanatban az asztalnál van, inkább óvodások. Tehát azért a cipőkötés is még a határeset, de hogyha a csomózás megy, akkor minden kisgyerek meg tudja már csinálni. Alsó tagozatosoknak simán megy, ovisoknak egy kis segítséggel. De nem csak a Liget, a belváros is kínált meg annyi látnivalót, óriás bábok és vásári forgatag csábított többeket a főutcára. Elsősorban ilyen gyerekprogramokra érkeztünk ki az Icsi Ligetre, illetve most megnézzük a főutcát. Nézelődünk a vásárba, és meg szoktunk nézni a korzót. Itt az országon már ne szokott lenni, kétszer vagy háromszor már voltunk. A koronavírus járvány miatt idén a tavalyihoz képest kevesebb programelemmel rendezik meg a királyi napokat. A fehérváriak ennek ellenére is örülnek a rendezvénysorozatnak. Én örvendek, hogyha ilyen szegényesed is, de ezt meg fogják tartani. Azért nem lesz az a hangulat, ami az elmúlt években volt. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy a látogatók kikapcsolódjanak, számos színes program kínálkozik még a további napokban.